Orosháza város önkormányzat és polgármesteri hivatala nevében nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, aki eljött ma ide, hogy tanulja legyen Csehi Éva és Csák Csaba ünnepélyes házasságkötésének. Külön köszöntöm ezen a szép napon a kedves jegyespár, tanulika, szülőket, nagyszülőket. Kedves jegyespár, a boldogságra, a harmonikus, teljes életre vágyó emberek ősidők óta visszatérő szép álma és vágya az otthonteremtés, a családalapítás. Így egymásra találtatok, meg szerettétek egymást. Életetek teljes volt eddig is, azonban a szívetekben lakozó boldogság arra ösztönzött benneteket, hogy házasságot kössetek. És ezzel még szorosabbá, még teljesebb életünk életetek. Most az egymásba vetett hitet erősítitek meg azzal, hogy házasságot kötök. Kedves tanúk, kedves szülők, kedves vendégek! Valamennyien részesei vagyunk egy boldog családi eseménynek, és átérezzük azt a boldogságot, amelyet a jegyespár érez. Az ember családi eseményei közül az egyik legjelentősebb a házasságkötés, fordulópont ez mindenkinek az életében. Ezért ilyen különös jelentőségű ez a mai nap a jegyespár számára. Megkérem a jegyespárt és Tamika, szíveskedjenek felállni. Kedves házasmondó, megjelentetek előttem az orosházi polgármesteri hivatal anyakönyvvezető jelölt azzal a szándékkal, hogy egymással házasságot kössetek. Házassági szándékotokat bejelentettétek, és a bemutatottuk iratokból megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényes akadályon nincs. Így ahhoz, hogy házasságotok létrejöjjön, most már csak az szükséges, hogy előtte és a jelenlévő két tanú előtt egybehangzóan kijelentsétek, hogy egymással házasságot kötök. Feltett kérdéseimre kérem határozott igennel, vagy nemmel válaszoljatok. A házasság akkor jön létre, ha a válasz igen. Kérdésemet először a mennyasszonyhoz, majd a vőlegényhez intézem. Kijelenti-e Csehi Éva, hogy az itt jelenlévő Csák Csabával házasságot köt? Kijelenti-e Csák Csaba, hogy az itt jelenlévő Csehi Évával házasságot köt? Megállapítom, hogy Csákné Csehi Éva és Csák Csaba a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársa. Kérem, hogy a házasságkötésekről szóló dokumentumot aláírásokkal is erősítsétek meg. Először az ifjú feleséget kérem, kérem aláírását.
Ősidők óta létező tradicionális szimbóluma a férfi és nő között kötött szövetségnek. A hagyomány szerint a gyűrű egy olyan eszköz, mely összeköti szívünket azzal, akitől kaptuk. A végtelenséget is jelképezi, hiszen körvonala visszatérő magába. Kívánom, hogy boldogságotok a gyűrű végtelenségéhez hasonlóan teljes legyen. Most kérem, hogy a kimondott igen jegyében húzzátok egymás lójára a gyűrűiteket. Egymáshoz tartozó dolgok, egy egészet képezve, elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. Legyen az sötét, világos, jó és rossz, tűz és víz, férfias és nőies. Mindezek nem járhatnak egyedül. Egyik elválaszthatatlan a másiktól, nem képzelhetően nélküle. Mint ahogy ti sem vagytok elképzelhetőek, társatok nélkül. Most kérlek titeket, hogy fogjátok meg a két különálló ügyet, és töltsétek meg a középső kelyet, mely a most kezdődő házasi leketeket jelképezi. Legszebb hivatali kötelességemnek eledettéve számunkra is öröm, hogy elsőként köszönhetlek titeket, mint ifjú feleséget és ifjú férjet. Azért vagytok ma itt, mert mindketten úgy érzitek, hogy egymással szeretnétek leélni az életet. Képesek vagytok elfogadni egymást, és ez az érzés szívből jön. A mai naptól házastársként folytatjátok életeteket. Nem csak érzelmileg, jogilag is egymáshoz tartoztok. Mint házastársak, felelősséggel tartoztok egymásért. Minden emberi kapcsolatnak, barátságnak, de legfőképpen a házasságnak, az egymás iránti szeretetre és bizalomra kell épülnie. Kívánom, hogy az egymás iránt érzett szeretet és bizalom adjon erőt a hétköznapokban. Kívánom, hogy a kevésbé fényes napokon is ragyogjon szemetekben az a szeretet, amelyet most láthatunk. Életetek összekötésével a legszebb ajándékot adjátok egymásnak, önmagatokat. Régen üreg bölcsek mondták, hogy a házasságban a
férj szeretete nyugalmat ad a feleség számára, a feleség szeretete pedig erőt ad a férjnek a munkához. Ha jól belegondolunk, így van ez a mai modern házasságban is. Hiszen szeretetre, nyugalomra, erőre van szükségünk életünk minden napján. És mivel a házasság nem csak egy dokumentumot jelent, hanem ettől sokkal többet, együttélés, egymásról való gondoskodás, felelősséget, törődés, ezért segítsetek egymásnak a munkában, ha kell, a tanulásban. Nagyon lényeges, hogy az évek múlásával is vegyétek majd észre társatok emberi értékeit, és azt hozzátok is pártok tudomására, azt, hogy mennyire is fontos ő. És ezen a szép napon különleges jelentőséget kap a szüleitek, nagyszülőtök iránti szeretet és tisztelet. A szülők, nagyszülők, akik oly nagy odaadással, gondossággal neveltek fel benneteket, tanítottak meg a szépre, a jóra. Meghálálni sosem lehet ezt a szeretetet. De ha rájuk néztek, látjátok, ők is boldogok, mert boldognak látnak titeket. Kedves szülők, nagyszülők, gratulálok gyermekeikhez. Önök szeretettel felnevelték őket, elképzelésüknek megfelelően a szépre, jóra való tanítással. Gyermekeik most már egymáshoz tartoznak, mint házastársak, de az önök számára továbbra is megmaradnak annak a gyermeknek, akik önök neveltek. Most fogadják gyermekeiktől a szeretet és hála jelképeit. Kedves fiatalok, köszöntsétek szüleiket, hogy szülöttek. Kísérjen végig benneteket minden napotokon. Kívánom, hogy mindazt érjétek el, amire a mai napon reményteljesen vágytok, amit elterveztetek. És most engedjétek meg, hogy elsőként gratuláljak házasságkötésetekhez. Vendégeknek megköszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték a fiatal pár. Kedves szülőket, tanukat, megkérem, kocsonjanak az ifjú pár a boldogságára.
Kedves vendégek, meg szeretnék kérni mindenkit, hogy fáradjunk ki a teremből, az ifjú pár utoljára fog velem kijönni, és szépen át fogunk sétálni a templomban. Éljen az ifjú pár! Éljen! Éljen!